A házőrzők nem ismerik fel piros munkaruhájukról az EON mérőóra leolvasóit, akik így gyakran találják szembe magukat fogaikat vicsorgató, ugató kutyákkal, amikor kimennek egy fogyasztójuk házához. A társaság videójában éppen erre hívja fel utóbbiak figyelmét, kérve őket, hogy a kellemetlenségek megelőzése érdekében kössék meg vagy zárják el négylábújukat arra pár percre. Erre mondjuk az elmúlt hónapokban sehol nem volt szükség, a személyes leolvasások ugyanis március közepe óta szüneteltek a járványhelyzet miatt. Ez idő alatt a digitális csatornákon keresztül lehetett bediktálni az óraállásokat, hétfőn azonban személyesen is újraindultak az éves leolvasások. Minden esetben azokat az ügyfeleket fogjuk megkeresni, akiknek az éves óraállásukat ellenőrizni kell. Ez ugye minden évben megtörténik. Havi óraállásokat nem szoktunk már ellenőrizni, hanem az ügyfeleket arra kérjük, hogy az óraállásukat, azokat egyéb csatornákon, az említett digitális csatornákon küldjék be nekünk. De évente egyszer van egy ellenőrzés, erre azért van szükség, hogy az ügyfelek és az EON érdeke is az, hogy minden esetben pontosan lássuk, hogy hogyan alakult a fogyasztás. Az éves óraállások alapján készül ugye az éves elszámoló számlája az ügyfeleknek, és ez alapján derül ki, hogy esetleg többet vagy kevesebbet fogyasztottak az adott évben. Az ügyfelek saját számláikon könnyen leellenőrizhetik, mikor esedékes náluk az éves leolvasás, ami egyébként nem vesz sok időt igénybe, és nem is feltétlenül a lakásba belépve történik. Ez persze attól függ, hol van az ingatlan áram vagy gázórája. A karanténban lévő fogyasztóiknál ugyanakkor továbbra sem olvassák le az állásokat az EU munkatársai, akik a folytatásban is figyelnek arra, hogy a szükséges biztonsági óvintézkedéseket betartsák. A kormányzati lépésekkel összhangban az energiavállalat az elmúlt hónapokban is mindent megtett ügyfelei és munkatársai egészsége védelmében, a nehéz helyzetbe került fogyasztóikon emellett kikapcsolási moratórium bevezetésével is segítettek. Ahhoz szerettünk volna hozzájárulni, hogy a lakossági ügyfelek esetében ebben az időszakban ne fordulhasson elő, hogy valaki számlatartozás miatt áram nélkül marad az országban, miközben tényleg azt láttuk, hogy nagyon sokan voltak otthon, és a digitális oktatás is otthonról zajlott, sokan otthonról is dolgoztak. Egyelőre iparági egyeztetések zajlanak arról, hogy a szolgáltatók, nem csak az EON, hanem a többi szolgáltató is, aki ebben részt vett, mikor függeszti fel a kikapcsolási moratóriumot, ennek a részleteiről később fogunk tudni tájékoztatást adni. A cég átmenetileg az ügyfélszolgálatait is bezárta a járványhelyzet idején. A fogyasztók eleinte csak online és telefonon, majd később már videós ügyfélszolgálatokon keresztül is tudtak tájékozódni. Az EON egyébként az elmúlt hónapokban kevesebb tervezett üzemszünettel járó munkát végzett a hálózatán, annak érdekében, hogy folyamatosan biztosítsa az áram- és gázellátást ügyfeleinek, akik közül sokan voltak otthon hosszabb ideig.